szépen szervoztál! Ha nem megy tud a visző, akkor legalább is, amíg minden rendben van. 80 fokra, olyan 40-60 körül megáll. Nem nagyon potyogat, ezt a 4 kilométeres sebességet bírja. Nem babuzálva. Tetszik neki már zöld a szalma. A vize az pedig jó 13-os körül van. Hát ez van, majd megesz.
Augusztalal szoktam menni a 17-essel, hogy hátázok. Ez volt az, amelyiket többet használtam, az még nincsen széttörve se. Ez a rész, az hiányzott róla, ami kék. Az még a legelső, tehát ebből a Rába motoros 16-ossal, a 7 méteres vágóasztalnak a szerkezete, arról raktuk rá. Az, ami kék, az mind arról származik. Megfogtam életem első medvéjét. Még aratok vagy 30 éve, de még eddig egyetlen egy sem volt. De most arra a motorossal sikerült. Igaz, hogy nem álltam neki kiszeredni, meg nem is tudom pontosan, hogy mellóval. Amúgy a szalma zöld. De... Na, nincs tele sehol. A 17-essel befejeztem az aratást, hát most ilyen esős idő van. Hát úgy nem tűnt vészesnek a helyzet. Még az tény, hogy ez a nyomvadék szíj az oldott állapotban is feszes. Hát hiába kapcsoltam ki a vágóasztalt, hát nem lehet kikapcsolni, mert akkor is forog, ha a pedálra rálépek. Hát valószínű. Került volna elkerülnöm, hogyha megáll. Mindjárt meglátjuk, hogy... Mi van belül? Hát szalma az van. Tűnik olyan vészesnek a helyzet, nem is tudom miért állt meg, akkor lehet, hogy itt valami más probléma van. Végül is a dokkos harmad a doblés között nincs is semmi. Itt az elejében lehet-e valami? Valahol fél a kezem mindenhol. Hogy a ferde fölhordónál megállt a cucc. Ott előtt van valami kupacforma. Semmi. Más hát nem mozdulni, nem mozdul. Na, egy majd kibontjuk elő is. Elmegyek a vágóasztal kocsiért. Az ott maradt egy másik táblám. Elrakom a vágóasztalt. Aztán... Már kibontom akkor a párdénél is ott azt az ablakot. Mi egymáshoz belenézek, hogy... Yeah.
ha jó barna, de még mindig. Pedig az csak a gyönge 3 hektár. Itt van a kutya elalasva. TSS. Szóhasználott a lélve, az egy szakszerű medve. Valamiért itt megakadt. Nem tűnik túl keménynek. Sok. Nekem könnyen ki is jött. Még a fárdében van, mert hogy arról levettem a szíjat. Nem is értem, miért állt meg. Végül is semmi különlegeset nem találtam. Hát egy dolog van, ami még esetleg hozzá segíthetett, hogy ez a rugó, vagyis hát a szíj annyit nyullott, vagy nem volt jó eleve beállítva, erre most nem tudok válaszolni. De hát szerintem azért biztos jól lehetett. De abszolút nem feszíti a szíj, tök laza. És hogy esetlegesen megcsúszott, amikor bekapta a zöld anyagot. Plusz még ugye megállítani se lehetett. És hogy emiatt lehetett a gond. Hát ugye ha egyszerre tankultam vele, akkor egy napot szeretnék vele végigaratni. A szívfeszességet beállítottam, hát nincs egészen tele, de talán elég lesz egy napra. Hát föltéve, hogyha valami egyéb probléma nem merül fel. Most már csak az időjárásnak kell olyannak lenni, hogy lehessen menni. Mondjuk most süt a nap, fúj a szél, majd hónap délután elvileg. Szerintem jó lehet, hogyha nem esik.